Írták nekünk azt, hogy mi egy gyalázatos és barbár nép voltunk, akiket a nyugatba kellett helyezni úgy, hogy a mi királyainkat kiirtották, olvassátok el Grampier Endrének a könyvét, a királygyilkosságokat. Ő leírja szépen, hogy minden királyunk egy kivételével, IV. Béla, mindegyik nem természetes halállal halt meg. Szóval ők írtak nekünk egy olyan történelmet, ezt leírom a Káldeától Istergamig című könyvem első kötetében, hogy mi semmiféle nép vagyunk, ezen uralkodni kell, ez egy szolganép, ez semmi se. A másik történelem, ami saját maguknak írtak, de ehhez nem lehet hozzájutni. Néha-néha sikerült a vatikáni könyvtár útján, de ott sem az igazgató, hanem a portás útján, akinek sikerült adnom valami dollárt, hogy hát megszerezze például azt a bullát, ahol a kaukázusi Magyarország királya Jered Amir püspököt kér a pápától, és hasonló dolgokat. Azért írtam, hogy igaz történelmünk vezérfonala Árpádig. És hogy jutottam idáig? Tigris és Eufrátesz mellékén bekövetkezett özönvíz után a Káspi-Aral térségről történik egy bevándorlás, akik ugyanúgy írnak, mint ahogy a Tigris és Eufrátesz mellett írnak, és a szűz anya nevében cserélik ki az irataikat avval, hogy egymástól anyagot kérnek a szűz anya nevében. És akkor megint visszamentem Tordosra. A tatárlaki amulet mellett találtak 26 istenanya szobrocskát, és 86-ot találtak Méhteleken. Tehát már nem csak Tordos Erdély, hanem még tovább is megyünk az istenanya tiszteletben. És akkor megállapították azt, hogy ez a nép, amelyik azt mondják, hogy Kelet-Európából, Dél-Kelet-Európából, tehát a Kárpát-medencéből vándorolt be Szumériába, és hozta az írást is magával, még a temetkezési a formája is más, mint a többinek. Tehát ez a nép, amelyik a Kárpát-medencéből jött, amit az idegen tudósok arról a helyről neveztek el, ahol megtalálták a régészeti emlékeket, ezt Gyemet-Nasser periódusnak nevezik, megtalálták azt, hogy ez a nép zsugorított temetkezési formát választott, éppen úgy, mint a magyaroknál. Na mondom, hát akkor most már megfordult a helyzet. Most már mondhatjuk azt, hogy nem jöttünk mi sehonnét, ami őshazánk a Kárpát-medence. És akkor aztán elővettem a két jó paleontológusnak, Gábori Miklósnak és felesége Csánk Verának a könyvét. Ajánlom mindenkinek, Gábori Miklós írta Állattal Ararat, az a címe a könyvének, amelyben ő a jégkorszakot tárgyalja és megállapítja nagyon jó azt, mint a felesége Csánk Vera, hogy a Kárpát-medencei jégkorszak embere az csak itt tudott a Kárpát-medencében megmaradni és átélni a sok jégkorszakot, mert itt voltak a melegvíz források. És akkor nagy szeretettel most említettem Harkányban ezt, hogy az Isten áldja meg Harkányt, hogy a jégkorszak óta itt van és gyógyítja az embereket. És akkor vegyük elő azt a bizonyos vértes szőlősi embert, amelyik 350 ezer éves állapították meg. És az nem olyan, mint a neandervölgyi majomfél ember, hanem a vértes szőlősi ember Homo sapiens.
mondják, hogy erectus hungaricus, úgy nevezi a tudomány. És a koponya mérete 1560 köbcentiméter, talán több, mint az enyém. Tehát mi nem jöttünk sehonnét, mert a homo sapiens hungaricus az már nem tudom mióta itt él, és ha végig megyünk ezen a jégkorszaki embereket, akkor mindenütt azt mondják, nem merik leírni, csak azt mondják, hogy ilyen sehol másütt nincs. Azt nem mondják, hogy folytatólagosan fejlődött ki, hanem azt mondják, hogy ez is őshonos. Szóval egy olyan hatalmas perspektíva alakul ki abban, aki elkezd kutatni, hogy először beleszédül, és aztán igyekszik részletekre bontani, hogy eljuthasson Árpádig, eljuthasson Emeséig, és ezt csináltam aztán ebben a könyvben, a szkítákig, mert a szkíták azok is olyanok voltak, mint mi vagyunk. Ezen a könyvben fordítva tették rá a szkíta aranysas. Ezt így kell nézni. És ez az egyetlen arany kincs, amit mikor Szentpéterváról Budapestre hozták a szkíta kiállítást, ez nem volt köztük. Azért, mert ez a szkíta aranysas, ez pontosan egyezik a Nagy Szent Miklósi aranykincsnek. A szűz anya, az Isten anya madarával, aki maga a gondviselés, aki itt egy lerogyó szarvast emelt föl, de ha megnézzük, annak a szarvasnak a szarvai egy koronába fonódnak össze, tehát nem egy szarvast szimbolizál, hanem valami mást. És mi lehet az a más? A lerogyó ember. Az a magyar, aki elveszítette a reménységét az 1000 éven keresztül, az idegen királyok és azt mondjam, az 1000 éves magyar írtás, az inkvizíció és mindenen keresztül, és máig ideér, és azt mondja, hogy talán már nincs is kiút. Nem, van a szűzanyának a gondviselése, elér idáig, máig. Hiszen engem is ő segített meg, hogy ide jöhettem, mert hozzá imádkoztam. És mindenki, aki hozzá imádkozik, megkapja azt, amit kér. De hinni kell, és hinni kell önmagunkban, hogy mi magyarok vagyunk, nem kiválasztott nép, hanem a tudás megőrzésére elhívott nép. Az a magyar, aki nem dolgozza ki magában az ő értékeit, az elveszett. Adjon Isten jó éjszakát, könye hozzánk szent mondjanát. Az özönvíz után hívják ezt a népet, a Tigris és Eufrátesz mellett Szumernek, de a Szumer elnevezés az nincs a mi nyelvünkön. Azt az Oppert német semita tudós olvasta le így egy kétnyelvű szövegről, Szumer. A szumíról, ahogy leírtam, azok káldeusok. Van például egy nagyon érdekes dolog a magyar és az úgynevezett szumír között, az a meg. Mert ha azt mondom, meg, azt én mondhatom, megettem, megehetem, meg fogom enni, tehát független az időtől és módtól. A meg az jelenti az igei cselekvés befejezését. Mert megeszem, akkor most megeszem. Megettem, azt befejeztem. Meg fogom enni, akkor is be van fejezve. És ez a meg, ez megvan pontosan a szumírban, mint mu.
az ige előtt áll, és ugyanazt jelenti, és még az is megvan a szumírban, mert például én erősíteni akarom azt, hogy megettem, akkor azt mondom, hogy megettem ám, hozzáteszem az ámot. A szumír pontosan hozzáteszi az ámot. Szóval olyan dolgok vannak, mikor az ember látja, akkor így csinálhat, hogy 5000 év távolából ennyi megmarad. Ez mutatja a mi nyelvünknek, nyelvünkben azt, amit a Sir Browning leírt, hogy a magyar nyelv olyan, mint a kőszikla. Nem kér senkitől kölcsön, nincs szüksége semmire, de van. Most van készítés alatt Budapesten egy könyvem, aminek a címe az A kárpátus hagyomány és a magyarok Jézus vallása. Tehát amit írtam, Jézus király, a pártus herceg, azt most kiegészítem még azokkal a dolgokkal, amit azóta találtam. A történelem kutatók a mi azonos népünket, amelyik a Kárpát-medence, Káspi-Arál térség és Tigris és Eufrátész három szögben elhelyezkedett, és úgy különböztek egymástól a nyelvükben, csak nyelvjárásbeli különbség volt, éppen úgy, mint a németeknél a bajor, meg az elszászi, meg nem tudom, az is különbözik, a sváb, ugye? A miénk is úgy különbözött. De az idegen kutatók azt írják, hogy Alán nép, Sarmata nép, ugye Unugor nép, ez mind más nép. De hogyha mi az ősi nyelvünkön értelmezzük ezeket a szavakat, akkor rájövünk arra, hogy például mi az az Alán. Al Sumirul a fokos, és An az ég, tehát az égi fokos népe. Mi az a Sarmata? Nekünk azt mondták, hogy volt egy királyunk, a Szár László, és azt mondták, hogy Kopasz László. A Szár Sumirul királyt jelent, csak a nyelvújítás csinált a Szárból egész más dolgot, hogy a királyt is megalázza. Tehát Sarmata az királyi föld. És mi az az Onogur? Azt mondják, Onogur népek. Azok Unug Uri. Unug Urinak írják azt a népet, aki Szumériában, úrvárosában éltek. Tehát akár hova nyúlunk a mi ősi nyelvünkön, megtalálhatjuk azt, hogy ezek nem népnevek, hanem foglalkozás, és talán úgy mondom, hogy nemzetségnevek, de ugyanannak a népnek. Itt van nekünk, mind azt mondják, hogy nincs semmiféle nyelvemlékünk. Hát itt van egy tihanyi apátságnak az alapító levele. Az latinul van írva, de vannak benne magyar szórványok, magyarul írt szövegek. De nem a mai magyar nyelven. És Novotny nevezetű munkatársammal, Isten nyugosztalja, nagyon sokat, ugye most, hogy 30 évvel azelőttről beszélek, megállapítottuk, hogy ezek a magyar szórványok a Tihanyi apátság alapító levelében, ezek a régi magyar nyelven vannak írva, amelyik azonos az annaval a nyelvvel, amit ma szumernak neveznek. 1975-ben tartották az orientalista világkongresszust Párizsban a Sorbonon. Már találkoztam néhány kongresszuson, ahol a nagyon rendes francia szumerológusokkal, Labatnak hívták, aki kiadott egy szótárt, a Labat szótárt, amit a Miskolci Bölcsész Egyesület mostan sokszorosított, és meg is lehet szerezni. És írtam neki egy levelet, hogy én a kongresszuson, a világkongresszuson szeretnék ezzel a témával előjönni. Tehát a szumér-magyar nyelvazonosság témájával. Mikor megérkeztem Párizsba,
és jelentkeztem ugye minden résztvevőn.